A Szent János bogár. A Szent János bogarak olyan bogarak, amelyeknek fényt bocsát ki a testük. Hazánkban szerencsére igen elterjedtek, és a nyár egyik leglátványosabb jelensége, mikor június vége felé rajzani kezdenek, álomszép tájjá változtatva az erdőket és réteket. Ha nappal szemléljük a Szent János bogarat, nem látjuk feltűnőnek. Nem úgy néz ki, mint valami mesebeli kis erdei tündér, apró lámpással a kezében. A nőstény és a hím még csak nem is hasonlítanak egymásra. Amíg a fiúknak szárnyuk van és tudnak repülni, addig a lányok nagyobbak, de röpképtelenek. Az igazat megvalva csúnyácska bogarak, és a lárváik látványa sem túl vonzó. Ám amikor leszáll az este, feltűnhet, mintha valami világítana ott kint a sötétben. Rajzásuk körülbelül így néz ki a valóságban, bár éjjeli felvételeken nem könnyű visszaadni. Ezek általában ilyen gyorsítottak is, mert hagyományos eszközökkel fotózhatatlan tünemények. Érdemesebb szabad szemmel csodálni meg őket egy-egy bogárnéző séta alkalmával. Utunkon a körülöttünk táncoló Szent János bogarak és a felettünk pislákoló csillagok által vezetve. A mécs bogarak amúgy okkal világítanak, így próbálnak egymásra találni, hogy szaporodhassanak. Egyrészt a nőstények a talajon és a növényekre felmászva villogtatják a feneküket, közben a hímek a levegőben repkedve, szintén világítva keresik életük párját. Elképesztő, de utódaik is épp olyan jól tudnak fénybe borulni, már tojáskorukban világítanak. Így tudatják a ragadozókkal, hogy mérgezőek, és azok meg ne próbálják csócsálni őket. Számunkra a káprázatos fényjáték úgy tűnhet, mintha foszforeszkálna az erdő, vagy mintha csillagok ezrei lennének olyan közel hozzánk, hogy akár meg is érinthetnénk őket. Vajon amikor a Szent János bogarak így villanykörte módjára ragyognak, meleget is érezni körülöttük? Jó kérdés, de nem. Az általuk kibocsátott fény, úgynevezett hideg fény, hő alig keletkezik. Egy befőttes üvegen át, egyetlen estére, akár saját lámpásaink is lehetnek. De aztán fontos visszaengedni őket, hogy jövő évben ugyanúgy jó sok legyen belőlük.